Earl Alfred Burney, kanadai író és költő. Az ő nevéhez fűződik a Brit Columbiai Egyetem alkotóíró tanszékének megalapítása. Üdvözöllek a péntek esti poétikában! Ezen a héten egy kanadai költőtől hoztam nektek egy verset, méghozzá Earl Burney-től, akinek erre a költeményére ebben a verses kötetben bukkantam rá. Hogyha tetszik a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és bátran oszd meg költészetet kedvelő barátaiddal is. Hűvös, magányos téli estékre. Te, s te. Kásás hóban taposva hazafelé elképzelem a lüktetést gyapjú kesztyűd alatt. Rézsút esik a hó, ezer madár pihécske kering fölöttem. Fölfele lendül tétuván, nincs hova hullnia, mert te nem vagy itt. A szoba holt, mint valami rekonstrukció egy pionír múzeumban. Bár hű varázsa, semmi. Hol is lehet, ki a karosszéknek értelmet adott? A tévé is megbénult, azt hiszem. Kis papucsod áll mozdulatlan a dívány előtt. Fogásaként egy ravasz rendezőnek, lábodra vár, mely emberi, s teljes, néhány csöpp bőrkeményedéssel. Meglocsolom a sárga krizantémot, mely néma, mint a fénykép. Nem issza be, s merev. Csupán az ágy nő. Hallani már szinte kétszer akkora, s lármásan üres. S mégis utánzott csak, ez is kitömött állat. Szörméje alól melege, s puhasága is hiányzik. Te, s te.